Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Nemrég értem haza a lovardából, és gondolkoztam rajta, hogy milyen videót csináljak nektek holnapra, vagyis mára. És az jutott eszembe, hogy nagyon régóta szerettem volna már géllakkot csinálni magamnak, napok, lehet, hogy hetek óta. Úgyhogy miért is ne csinálnám meg videóba? Úgyhogy ma ezt fogjátok látni, ahogy elkészítek magamnak egy viszonylag egyszerű géllakkot. Nem bátorítok senkit, hogy próbálkozzatok ezzel otthon, de ez egy otthon is végrehajtható művelet, de ezt csak csendben mondom nektek, körmösök ne üljetek meg. A múltkori körmös videóból és a kommentekből tanulva kettő darab kamerával fogom nektek felvenni, igyekszem minél többet megmutatni. Most is csak a bal kezemet fogom megcsinálni kamerán, ami egyébként már elő van készítve, úgyhogy ténylegesen csak a géllak részét fogjátok látni. Próbáltam minél jobban lerövidíteni az időt, hogy minél részletesebben láthassátok talán a lényegi részt. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, és nem húzom tovább az időt. Annyit még elmondanék nektek, hogyha nem láttátok az előző videóimat, akkor csekkoljátok le. Az utolsó kettőt leteszem nektek a leírásba, és menet közben kártyán is meg fognak jelenni. Úgyhogy kezdjük el a körmöt. Ahogy látjátok, tövig le van reszelve a körmöm. Jelenleg egy nagyon-nagyon mini körmöt szeretnék csinálni. Nem tudom, hogy miért, most ilyen kedvem van. És amikor gondolkoztam rajta, hogy milyen színt csináljak, akkor három szín jutott az eszembe azonnal. Az egyik, az egy ilyen nagyon szép babarózsaszín. A másik, az egy kicsikét sötétebb rózsaszín. És a harmadikat így mutatom nektek, nem látjátok élesen, de majd lesz időtök bőven megnézni, ugyanis ezt fogom ma választani. Ez egy nagyon natúr, nagyon világos nud, és valamiért ezen jár az agyam napok óta, úgyhogy ezt a színt fogjuk ma felrakni a körmeimre, és ez az, amit tuti nem fog beélesíteni így, viszont fogok nektek bevágni róla egy képet. Ezt nemrég rendeltem, ugyanis volt egy kis garázdálkodásom AliExpressen, és rendeltem pár körmös cuccot, többek közt nagyon-nagyon sok nyomdalapot, és az első már megérkezett, úgyhogy mindenképpen ki szeretnék róla próbálni egy-két mintát, nem tudom, hogy mennyire lesz helyen, mennyire szeretném majd telenyomni a körmömet mintákkal, de valamit mindenképpen ki fogunk róla próbálni, úgyhogy kapcsoljuk be a másik kamerát is, és kezdjük el. Remélem, hogy jó lesz, nem tudom, hogy fog-e kelleni a két kamera kép, de megy mind a két kamera, ti vagytok itt, ti pedig ott. És akkor az első lépésünk, amit most fogok csinálni, a manikűr részem közel sem tökéletes, ugyanis csak villámgyorsan kapkodva csináltam egyet, a másik kezem még kés sincs, úgyhogy azt ne is nézzétek. Reszelővel egyszer már átmentem rajta, de egy kicsit felfrissítem, ugyanis azóta már eltelt egy kis idő. Próbálom úgy csinálni, hogy lássatok mindent. És még mielőtt belekezdenénk, még egy valamit szeretnék elmondani, ugyanis ezt a legutóbb nem mondtam el, és pár hivatásos műkörmes egy kicsit nekem jött a komment részekbe. Ez nem egy tutoriál, ez nem egy tanító videó, megmutatom nektek, hogy hogy csinálom meg a körmöm. Én nem dolgozok műkörmösként, igaz, hogy van papírom, de soha nem dolgoztam műkörmösként, úgyhogy ez nem olyan, mint a sminkes videók, amikor tanítalak titeket, hogy mit hogy kell csinálni. Megmutatom csak nektek, mert kíváncsiak szoktatok rá lenni. Szóval, az első lépésem egy nail prep lesz. Ezután egy savmentes primert fogok feltenni. Megvárom, hogy ez is elpárologjon, addig előkészítem a színemet. Ez egyébként C25, C52, és elkezdem felvinni a géllakomat. Nagyon remélem, hogy mindent láttok, mert olyan természetellenes szögben festem a körmemet, amit elképzelni se tudtok.
majd ha minden ujjam megvan, akkor megy be a lámpába. Hatvan másodperc alatt egyébként megkötne, de szeretem végigvárni a 99 másodpercet. Jöhet a második réteg. Egyébként, amit az előbb mondtam nektek, hogy Aliról rendeltem körmös dolgokat, ez tényleg igaz, viszont soha, de soha nem rendelek olyan dolgot, ami konkrétan kapcsolatba kerülne a bőrömmel vagy körmömmel, tehát nem rendelek előkészítőket, nem rendelek, nem tudom, porcelánport vagy zselét, átlátszó építőzselét, viszont színes zselét, csillámot, és most csiszolófejet is rendeltem, vagy ecsetet, azt szeretek próbálgatni. Mehet be a következő körre. És szerintem egyébként két rétegből elégedett is vagyok a fedéssel, úgyhogy jöhet rá egy fénylak, ezt fogom most használni, és egy vékony rétegben felviszem. És mehet is be. És amíg a körmöm a lámpában van, addig megpróbálom kitalálni, hogy milyen mintát szeretnék rá. És az az igazság, hogy van itt ez, ami nekem nagyon tetszik. Nagyon egyszerű kis leveles minta, és őszintén megmondom, hogy szerintem annál is fogok maradni, bár ez is tetszik. Vagy csak egy sima ilyen. Maradok az első gondolatnál, ezt próbálom ki először, utána, hogyha majd csinálok hosszabb körmet, akkor kipróbálom valamelyik nagyobbat is, vagy hát, ha addigra megjön a többi is. De most elérkeztünk oda, hogy tehetem is fel a mintát, ez egy fixálásmentes fény zselé egyébként. Itt van egyébként maga a kis nyomda fejem, ami egyébként nagyon koszos, úgyhogy mindjárt előbb letisztítom. Kis ütött kopott, de a célnak tökéletesen megfelel. És van itt nekem egy ilyenem, ami nagyon nagy segítséget fog nyújtani a nyomdázásba. Ez egy bőrvédő, ilyen ragacs, amit fel fogok kenni egészen körbe, arra a részre, amit még csak véletlen se szeretnék, hogy befogjon a nyomda. És biztosan csak paranoiás vagyok, de szeretem két rétegbe felkenni, úgyhogy így néz ki a körmöm. Ezután szükségünk van egy olyan kártyára, amit nem féltünk. Közben várjuk, hogy száradjon a kis ragacsunk. Fekete nyomdalakot fogok használni. Letakarítom magát a nyomda lapot. Bocsi, ez lesz az egyetlen rész, amit lehet, hogy nem fogtok látni. Ez jó! Most jó. Veszek egy nagyon vékony ecsetet, belemártom a maradék festékbe, és egy kicsit kipótlom a mintát, ahol nem érzem úgy, hogy tökéletes lenne. És az egyik legjobb rész. És úgy érzem egyébként, hogy most csak a gyűrűs ujjamra szeretnék mintát, úgyhogy ezen átmegyek
még egy réteg. Fénylakkal, fényzselével. És ezzel el is készült a nagyon egyszerű, nagyon natur kis géllakkom. Remélem, hogy tetszik nektek, hogyha megjönnek a következő nyomdalapjaim Aliról, akkor lehet, hogy csinálunk egy nyomdatesztelést, és megnézzük az összeset, hogy hogy néz ki körömre felrakva. Az egy nagyon egyhangú, de mégis nagyon izgi videó lenne, imádnám megcsinálni. Úgyhogy, ha érdekel titeket, akkor írjátok meg a komment részekbe, és amikor megjönnek, akkor megmutatom nektek az összeset. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a mai videóban. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!